28 mestervizsgát tett szakember vehette át oklevelét. Bárki kitöltheti a dunaújvárosi nagy kresztesztet. A Rudas iskolában is felavatták az elsős diákokat. Köszöntöm nézőinket, Önök a D+ TV híradóját látják. Az uniós tagállamok pénzügyminiszterei arról döntöttek, hogy támogatják a magyar kormány azon kérését, amely a kisvállalkozásoknak jelentős adócsökkentést és egyszerűsítést biztosíthat, jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter. A döntés értelmében akár már jövőre 4 millió forinttal 12 millió forintra emelkedhet az általános forgalmi adót érintő mentesség felső összeghatára a legkisebb vállalkozásoknál. A miniszter szerint több mint 600 ezer adózónak jelenthet könnyebbséget, ha az alanyi áfamentesség jelenlegi 8 millió forintos felső határa 12 millió forintra nő. Varga Mihály elmondta, a 12 millió forintos alanyi áfamentesség ugyanis gyakorlatban azt jelenti, hogy az érintetteknek nem kell áfabevallást kitölteniük, vagyis egy évben egy alkalommal 10-15 perc alatt letudhatják a hatósággal szembeni elszámolási kötelezettségüket. Varga Mihály szerint uniószerte is példaértékű lehet a magyarországi kisvállalkozók ügyfélbarát és egyszerűsített adózása. Mestereket avattak. A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara idén is megrendezte a mesteravató ünnepségét. A Városháza C épületének rendezvénytermében megtartott ünnepségen 5 szakmában 28 mestervizsgát tett szakember vehette át oklevelét. Gáz- és fűtésszerelők, épületgépészek, villanyszerelők, autószerelők és ipari gépészek hivatásokat illető esküjüket tették le a Városháza C épületének rendezvénytermében. A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara negyedik alkalommal megrendezett mesteravató ünnepségén. Az eseményen 5 szakterületről 28 mester vette át oklevelét. Az ünneplést azonban hosszú, hónapokon át tartó tanulás előzte meg, elméletből és gyakorlatból egyaránt bizonyítaniuk kellett. Én géplakatos szakmába végeztem ipari iskolába, itt még a 3-10-os számú intézetben. Hát az édesapám is lakatos volt, és gyakorlatilag innen jött az iklet. Már nincs is lakatos, úgynevezett ipari gépész, mert most már annak hívják, kevés a jelenkező is, és a szakmunkásra mindig szükség lesz. Nehéz volt visszaülni, ugye mindenki azt hiszi, hogy a szakmában dolgozik, ezért már ez mindent tud arról, amit csinál, de gyakorlatilag itt azért felmerültek olyan apróságok, amiket az oktatók igencsak széles körben próbáltak átadni. Tehát a gazdasági vállalkozási ismeretek nyilván egy magasabb szint, nyilván a pedagógiai ismeret, hogyha a mesterek tanítani fognak valakit, tehát én azt gondolom, hogy azért elég sok olyan tudás került pluszba, amit egy mester lehet. A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége büszke a frissen avatott mesterekre, akik egy képzésnek köszönhetően olyan biztos tudást szereztek, amely a jövő nemzedék számára is jelentős. Pályázat útján 5-6 éve van mód arra, hogy ezeket a képzéseket, ezeket központilag megfinanszírozzuk. A tanárokat, a felhasznált anyagokat, a vizsgákat és minden egyéb olyan dolgot, ami itt járulékosan képződik, ezt a kamaránk egy pályázaton keresztül finanszírozza, és úgy tudnánk itt ez a mesterek bejönni ezekre a tanfolyamokra. Nagyságrendileg úgy van, hogy körülbelül ez egy olyan 300 ezer forint egy mesterképzésnek az összege. De kamarának tulajdonképpen a találmánya az MKIK-nek. A lényege az volt, mikor ezt a pályázatos úton lehet beszállni a rendszerbe, és nyilvánvaló kamarai támogatás van mögötte, mint egy 20%. A lényege az, hogy ha vállalkozást akar valaki már csinálni az adott szakmájába, akkor a vállalkozás egyértelműen mestervizsgához kötött, mesterséghez kötött. A másik nagyon fontos dolog, ezeknek az embereknek, akik most végeztek, olyan feladatuk lesz a jövőt illetően, hogy az ifjúságot, a jövőt, a mesterjelölteket, vagy a tanulókat, ha szabad ilyenek mondani, képezni. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára úgy fogalmazott, drámai a helyzet, ugyanis hatalmas a szakember hiány. Annak ellenére, hogy a gyakorlatorientált duális képzés területén nagyon komoly eredményeket értünk el, az a demográfiai hullámvölgy, ami ma jellemzi Magyarországot, az gyakorlatilag majdnem, hogy ellehetetleníti a szakmunkás képzést. 5 év alatt 100 000-rel kevesebb gyerek lépett be
az alsófokú oktatásból a középfokú oktatásba, és sajnos ebből 86 ezer a szakképzésből hiányzik, és csak 14 ezer a gimnáziumból, mert változatlanul ér, főleg a szülőkben az a szemlélet, hogy menj el gimnáziumba, aztán meglátjuk, hogy mi lesz utána. Sokan csalódnak, 18 évesen úgy kerülnek ki egy sima érettségivel, hogy esélyük nincs a felsőoktatásba belépni, de nincs szakmájuk, és ezért betanított munkásként kell elhelyezkedniük. Jobb lenne ezt megelőzni, ezért is hangsúlyozzuk minden fórumon a szakmatanulás fontosságát. Szerezzen először egy szakmát, aztán, hogyha tovább akar tanulni, akkor menjen. A mesteravató ünnepség a mesteroklevelek átadásával zárult. A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság a Dunaújvárosi Baleset Megelőzési Bizottsága közösen meghirdeti a Dunaújvárosi Nagy Kreszteszt elnevezésű közlekedési vetélkedőt. A verseny két részből tevődik össze. Az első fordulóra bárki nevezhet, aki kitölti a 40 kérdésből álló tesztlapot, melyre a teszt megkezdésétől számítva 40 perc fog rendelkezésre állni. Az online teszt október 8-tól 10 napon keresztül október 18-a éjfélig lesz elérhető a dunaujvaros.hu weboldalon. Próbáljuk ezt avval még megspékelni, vagy avval motiválni az embereket arra, hogy töltsék, hogy viszonylag jó díjazásunk van. Az első díjat a Hankok felajánlásából 100 000 forintos gumiabroncs vásárlási utalványt nyerhet az, aki megfelelően tölti az első fordulóban, tehát online, majd később a második fordulóban itt a Dunaesi Kapitányságon egy írásbeli 50 kérdéses tesztlapot szintén, és aki ebből a legjobb lesz, az kapja ezt a fődíjat, illetve van természetesen szintén hasonló kaliberű második helyezett és harmadik helyezett díjazás is. Kedden délután rendhagyó gólyaavatót tartottak a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Rudas Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma intézményében. Az elsősöknek szórakoztató beavató játékokkal készültek a 10-es szerveződiákok. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Rudas Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma tagintézményében kedden délután hagyománytisztelő gólyaavatót tartottak. Mint minden évben, az idén is a 10. osztályos tanulók szervezték a programokat. Az újonc elsősöknek tréfás feladatokat kellett teljesíteniük, hogy ezzel elnyerjék a jövő évi avató megrendezésének jogát. Nagyon élveztem, meg nagyon vártam, és volt egy kis elvárás is, mert mindig mondták, hogy eddig a sporttagozat nyert, és akkor mondták, hogy jó lenne, ha mi is, és a legjobban a rúzsos tetszett, a rúzsos feladat. Nekem nagyon tetszett, az a lufi durantós volt szerintem a legjobb. Igaz, hogy nem szerepeltünk benne olyan jól, de szerintem nagyon jó volt, meg a joghurtos is. Idén 139 diák nyert felvételt a Rudas iskolába, ami jóval több, mint ahány felvételi helyet meghirdettek. Összesen 4 osztály, 5 ágazattal alakult meg ebből a létszámból. A képzések között helyet kap a közgazdaság, az ügyvitel, az informatika, a turizmus és a sport is. A gólyaavatón a felvételt nyert diákok beilleszkedését segítették elő. A Rudasban nagyon régóta rendezzük ezt a gólyaavatót, sőt tulajdonképpen a gólyáknak a beilleszkedése az már elkezdődik korábban, hiszen ez is régi hagyomány, hogy minden év augusztusában gólyatábort szervezünk, hogy ismerkedjenek a leendő osztálytársakkal, osztályfőnökökkel, tanárokkal, és az idei évben még ehhez kapcsolódott, hogy a szakképzési centrum egy pályázat keretében egy nagyszabású városi avatót is rendezett a centrumban a családnévvel, úgyhogy a mostani gólyák már többszörösen felavatott gólyák, úgyhogy reméljük, hogy hosszú távon fészket raknak itt a Rudasba és a városba. A 2018-2019-es tanév a Rudas Közgazdasági Szakgimnáziumban egy nagy pályázat keretein belül a korszerűsítésekre fekteti a hangsúlyt. Idén is egy jó beiskolázást szeretnének elérni, és a végzős diákokat felkészíteni a felsőoktatásra, illetve a munkavállalásra, hogy önállóan megállják helyüket az életben. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára közölte, a kormány 500 millió forinttal támogatja a családi és munkahelyi bölcsödék létrehozását. Novák Katalin elmondta, családi bölcsödék kialakítására az egész országból, munkahelyi bölcsödék létrehozására pedig a közép-magyarországi régióból lehet pályázni. Utóbbi esetében bővítésére, valamint eszközbeszerzésre is igényelhetnek pénzt a jelentkezők. A pályázat benyújtási határideje 2019. január 31-e. Önrész nem szükséges, a pályázat pedig vissza nem térítendő. Következnek kiemelt híreink még egyszer, röviden.
28 mestervizsgát tett szakember vehette át oklevelét. Bárki kitöltheti a dunaújvárosi nagykresztesztet. A Rudas iskolában is felavatták az elsős diákokat. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak, mert most Kölesdi Fanni jön a várható friss időjárás jelentéssel, majd Hír Plusz című műsorunk következik. Ezután pedig Szépkor című magazin műsorunkat és Tóth Veronikát láthatják. Tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra! Köszöntöm nézőinket! Csütörtökön is sok napsütésre, időnként kissé felhős, csapadékmentes időre számíthatunk. Reggel helyenként képződhetnek pára és kötfoltok, délután 21-26 fok valószínű. Pénteken is folytatódik a napos, meleg idő. Eleinte néhol északon és a Dunántúlon várható párásság, köd. Délután 22-25 fokos maximumokra van kilátás. A hétvége is kiránduláshoz ideális, napos, száraz időt ígér. 20-25 fok közötti hőmérsékleti értékeket mérhetünk. Köszönöm figyelmüket, minden jót kívánok, viszontlátásra!